Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a vasúti közlekedés és áruszállítás biztonságának fenntartására és fokozására. A csütörtök reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig tartó akció elsődleges célja az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés. Emellett kiemelt hangsúlyt fektet a rendőrség a vasúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések, továbbá az utasok sérelmére elkövetett jogsértések megelőzésére. A rendőrök az akció keretében ellenőrzik a hazai és nemzetközi személyszállító vonatokat, az utasok podgyászait és a pályaudvarokon található csomagmegőrzőket is, közölte az ORFK. A 24 órás magyarországi ellenőrzés a vasúti rendőrségek európai szervezete által koordinált akció része.